Sziasztok, itt az ideje, hogy most már egy kis barkácsoljunk egy kicsit. Leszettem erről a régi kenyérvágó késsel a markolatot, mert szana szét volt törve, ilyen vacak műanyag. Leszettem, kicsit megexcenter csiszolóztam, mert nagyon durván koszos volt alatt, a zsíros leszette, így fénylik. Van itt egy kis tölgyfám, már ugye így gyönyörűen be is rajzoltam itt a lényeget, mind a kettőnél. Igen, bocsi, kimaradt a fázisból, hogy ez ilyen nagy volt, de ketté vágtam egy körfűrésszel, és akkor most átjövünk ismét a körfűrészhez, mert lusta vagyok ennyit végig dekopírozni. Jó, meg is érkeztünk, hogy ezt bepasszintom, és megnézzük, hogy így ott végigvágjuk. Jó, és akkor mehet is. Miután a nagyolóvágásokkal meg vagyunk, ezután kijelöljük a lyukakat. Igazság szerint icipici kis lyuk kéne oda, de mindjárt meg is nézzük, hogy hogy alakul. Na, visszarakjuk az eredeti rajzhoz, így, és akkor itt bejegyöljük itt a hülyeséget, legalább aránylag, hogy jó legyen. Tut. Tut. Jó. És hát, ez nagyon icipici lyuk, ez egy olyan hármas túróhegy. Szerintem, ami kell nekünk. Igen, egy hármas lesz az. Na, fúrjunk egy pár lyukat. Érdemes ráhúzni. Egy lyuk. Na, csak az a kérdés, azt nézegettem itt, hogy hogy szokták ezt kirakni, de végül is úgy gondoltam, hogy egy sima szilikonos ragasztás meg fogja adni. Egy ilyen szaniter szilikon, mivel az 120 fokot bír, hát ki fogja bírni a mosógépet is, illetve még fogok ide beletni. Hát ilyen tartónak csak sima szegeket. Na most az, hogy szegeket, hát az is necces, mert csak ilyen icipici kis szegem van. Úgyhogy lehet semmi nem lesz, de majd beszilózom. Most először is megnézem azt, hogy átmegye meg minden király. Meg jól van-e pozícionálva ez az egész rendszer, amit csináltam. De úgy néz ki, hogy jó, mindenütt belemegy. És akkor így fog kapni egy jó kis szilikont végül, és ez a szegít nem, azt nem szoroz, majd meglátjuk, valamit majd teszek bele. Na, akkor alulról berakom a szegeket, kettőt, így, hogy pozícionálja ezt a szart. Jó, hozzuk a kis szilót, leszedjük a beszáradtat, és akkor ide nyomtam volna, ha nincs beszáradva az egész. De jó, akkor ezt is ki kell lyukasszam. Nem, már jön. Tűt. 120 foki, úgy lehet kicsit durva lett. De semmi gond. Hozunk egy ilyen kis pici elkenőt a hulló részből. Így. Reméljük azért lesz olyan tartós, mint a műanyag. Ez tölgyfa egyébként, nem is mondtam. Vagy mondtam? Biztos mondtam, mindegy. Úgyhogy ez ennyi. Így. Jó, jöhet rá a kés, ugye ezt előzőleg megtisztítottam. Megcsiszoltam még egy kicsit, ugye a pólóba letöröljük. Zsírmentes legyen, és ide felfűzzük a két szegre egyenlőre. Nagyon jó. Így beágyazzuk a szilikonba. Biztos így csinálják a nagymesterek is. És akkor ide is nyomok
egy hangyányit ebből, úgy. A szeggel mi lesz, azt nem tudom, de nem akartam már venni ilyen szegecset, most így rendeljek meg. Igazság szerint nem is tudom, hol lehet ebbe kapni, meg hogy hogy kell, de szerintem ez így elég stabil lesz. Hát, hogyha a budikat leragasztják vele, és ráülnek ilyen pár kilós emberek, szerintem nem lesz ezzel semmi gond, ki fogja bírni azt a kis kenyérvágást. Na, ezt ráhúzzuk. Hol volt az eleje? Jó, itt. Jó. De olyan bína vagyok, nem találom. Jó, pont nem így volt. Akkor így a jó. Így. Így eddig összement. Most pedig visszacsavarjuk a szilikonra a kupakot, hogy ne járjatok úgy, mint én. Hozunk egy kis szorító berendezést, ha már nincs satum, ugye, mert minek az, így. Jó, kicsit lentebb. Így. Igazság szerint olyan 3 óra hosszú, azt hiszem ennek a nyitott ideje, hogy a bőrösödés még beindul. Így. Így. Tökéletes. Meghúztuk. Jó. Na. Ilyen jól néz ki. Nem is kell emiatt aggódni. Kicsit hagyjuk. Viszont még ezt itt egyenesbe hozom, mert mégis ott is vissza tudom annyit csiszolni. Akkor meg mindegy, le van szarva. Ennyi, hagyjuk, hogy hagykössön meg, és majd utána utócsiszoljuk itt a dolgokat szépen. Én kivettem a szorítóból. Hát egy ilyen kis sima szalagcsiszolót használok, már itt nekikezdtem, és most már kialakítom itt a végső formát. Nyilván ne felejtsetek el pormaszkot felvenni, és fülvédőt, hogyha sokáig akartok élni egészségesen, mert a tartós zaj a fületeket károsan befolyásolja. Addig fogom itt csiszolni, amíg itt a markolatnak, mármint a késnek ez a fém része, nem fog itt végig kilátszódni, mint ahogy már itt látható. Addig fogom szépen csiszolni ezt az ívet. Utána pedig majd jönnek a kerekítések és a finomabb csiszolások. Na, már kezd kirajzolni a markolat, kirajzolódni. Igazság szerint, hogyha lett volna egy flexem, mármint van flexem, csak nem volt rá ilyen lamellás csiszolókorong, de azzal sokkal gyorsabban lehetett volna haladni, hát most így elmolyolok, de kész lesz ez nem soká. Mikor már elértük a késnek ezt a formáját, késnyélnek, most jön a finomítás, fogom a kis excentert, 60-as szemcsemérettel átdurvázom az egészet, kialakítsam a végső formát, és utána majd egyre finomabb, 120, 182, 40, utána szerintem adni fogok neki egy kis vizes bemártás, hogy fel érdesüljön, utána még kap egy 320-assal, utána meg még egy 2000-essel átcsiszolom, és végül fog kapni szerintem lakréteget, vagy majd megnézem, mi van itt elfekvőben, azzal lekezelem. Na, indítsuk. Azért van ilyen furcsa hangom, mert rajtam van a pormaszk. Most pedig miután megvan már a késnek így a formája, átcsiszoljuk. Itt vannak ilyen jó kis parkside-os csiszolópapírjaim, és ezzel így kézzel elkezdem megcsiszolgatni szépen. 120, 240, 320, utána megváltok fel 2000-ig is. És gyakorlatilag kész is. Még a 2000-es híja van, ezzel itt átcsiszolgatom, meg esetleg majd egy festés kell neki, de azt már
majd később az már lényegtelen. Tehát kap egy kis sima lakot, az kész is. Ú, de szépen. Szépen néz ki. Úgyhogy ilyen lett a végső forma. Reméljük, hogy tartós darab lesz. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Nem volt egy nagy dolog. Csak egy pár kis gép kell hozzá, amit be tudtok szerezni. És akkor kaptok egy ilyen aránylag jó és jobb, mint a műanyag. Köszönöm a figyelmet, remélem megjött a kedvetek. Ti is a törött késnyeleket cseréljétek le. Egy jó kis fára. Valami kemény fa legyen azért, mert a fenyő nem biztos, hogy olyan tartós lesz, hogyha leesik, kicsit behorpad meg ilyenek. Na jó barkácsolás mindenkinek, sziasztok!